Megtelt az Esélycentrum előadóterme épp és fogyatékkal élő fiatalokkal és idősebbekkel. Speciális, több hónapon át tartó érzékenyítő programsorozat vette kezdetét Nyíregyházán. A nyitó rendezvényen elhangzott, meg kell ismerni a sérült emberek hétköznapi életvitelét, mert bár sokszor az emberekben megvan a jó szándék, nem tudják, hogyan kell jól segíteni, például egy látássérültnek. Benne van az emberekben az akarat, csak ugye nem mindegy, hogy segítünk. Hogy most én megfogom a kezét és elindulok vele, vagy éppen ő karol belém, és fogja érezni már a kar mozdulatomból, illetve a testem apró mozzanatából, hogy én jobbra fogok menni, balra kikerülünk valamit, szűkebb helyen történik a átvezetése, tehát minden ilyesmit ő fog érezni ebből a dologból. Külön csoportokban foglalkoznak majd a látás, mozgás és hallás sérültséggel. A tervek szerint pedig később az autizmusról is szó lesz. A nyitó rendezvényen nem csak előadásokat tartottak az érintettek, utána egy érzékenyítő feladatsor is várta az érdeklődőket. A nap során a kerekesszékes kosárlabdázást is kipróbálhatták a résztvevők. A szakemberek szerint a felgyorsult világ miatt egyre nagyobb szükség van az ehhez hasonló érzékenyítő programokra. Egyre korábban kell a korosztály szempontjából ezt megkezdeni, mert hogy azért pláne kisebb településeken tapasztaljuk, ahol mondjuk esetleg kevesebb a fogyatékkal élő, hogy úgy el is vannak kicsit bújtatva. És azért, mikor a gyerekek bekerülnek egy olyan közösségbe, hogy nem tudják hova tenni ezt a dolgot, és ezért fontos, és ezt tűztük ki célul, hogy minél inkább megismertesse az Egyesület, hogy igenis vannak közöttünk, teljes életet élnek a fogyatékkal élő emberek, és igazából azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudjuk őket jól segíteni. A Mond akarsz-e a játszótársam lenni című rendezvény sorozat a következő hónapokban még számos érdekes és hasznos előadást tartogat, szeptemberben pedig egy zenés-táncos Ki mit tuddal zárul a program.